Ilyen és ehhez hasonló edzéseket tart az internet adta lehetőségekkel a fitness edző, aki ezen formában jut el mindenki otthonába. Ezekben a videókban saját testsúlyos gyakorlatok találhatók meg. Úgy próbálta meg összeállítani az edzésterveket, hogy kis helyen is könnyen elvégezhetőek legyenek. Tévé előtt ülőket, egy picikét a vérkeringésüket újraélesztem, kicsit fölpezdítsem, illetve hát itt azt lehet-e fokozni, hogy persze a zsírégetés is egy bizonyos pulzus tartományban történik meg, és ezekre kellenek ezek a úgymond kardió gyakorlatok, de javarészt alapformáló sorozatokkal, illetve formákkal van tele. Rozsnyai Renáta azt is elmondta, egyfajta példát szeretett volna azzal mutatni, hogy szünetelteti a személyes találkozásokat, hiszen az edzőteremben naponta 70-100 vendég is megfordul. Azt azonban semmiképp sem akarta, hogy a mozgás szerelmesei gyakorlatok nélkül maradjanak. Az edzés persze hiányzik, és az edzés mindenkinek jól esik, és nem engedhetem el ilyenkor sem azoknak a kezét, akik hozzám járnak edzeni, illetve aki pedig most kapcsolódik be, most vesz részt ilyen módon az edzéseimen, ők pedig biztos, hogy nagyon-nagyon nagy élményben lesz részük. Végig kell csinálni, ki kell próbálni, szerintem nagyon jól tud esni ebben a nehéz időszakban. Az edzős videókat a YouTube csatornájára tölti fel, ahonnan mindenki elérheti azokat. A fiatalos, pörgős gyakorlatok mellett a jövőben pilates jellegű, lassabb mozgásformákkal is fog jelentkezni az idősebbek számára. A veszélyhelyzetre való tekintettel a vasárnaponként megrendezésre kerülő Ezt Válasz program sorozat tréningjei is elmaradnak.